Ezt szerettem volna még mondani valamit, hogy nagyon fontos, amit az Éva mondott. Lehet hallani különben? Mert én nagyon furcsa hallom. Jó. Hogy ami az Istentől van, az mindig minket bátorít, épít, vigasztal. Ugye benne van az Új Szövetségben, hogy a proféciák építenek, bátorítanak, vigasztalnak. És hogyha nincs egy békességünk, én magam is kaptam nagyon sok külföldi, nagyobb nevű profétától is proféciát, sok már teljesült, sok felé megyek, de kaptam életemben két olyan proféciát, ami nagyon erős dolog volt, de egyből éreztem, hogy ütött belül, és nem engedtem be. Abban a pillanatban mondtam, hogy ezt nem fogadom el Jézus nevébe, mert egész egyszer, amikor kaptok valamit Istentől, az már belétek van helyezve. És hogyha valakin keresztül, mindegy, hogy az egy proféta, vagy egy bármin keresztül szólt Isten, az mindig csak megerősíti azt, amit már Isten belétek helyezett. És ez nagyon fontos, hogy akár álomba szól Isten, akár egy profétán keresztül, Isten nem fog olyat neked mondani, még hogyha finoman megfed minket, hiszen gyerekek vagyunk és elesünk dolgokba, és ez is előfordul, hogy helyre utasít, akkor is ott van benne a kegyelem, ott van benne a szeretet, ott van benne az ő ereje, és ott van az, hogy van egy kimeregedéshez való út, hogy az ő erejével abból ki tudsz jönni, és békességed marad. És az ördög mindig kárhoztat, lenyom, vádol, és mindig rossz érzés kelt benned. Én hála Istennek nagyon keveset álmodok ilyen dolgokról, mert így is keveset alszom, és képzeljétek, éjszaka még Isten ebben táplálna, nem ez a fő ajándékom, viszont a feleségemnek igen. Ő nagyon sokat ezekbe az éjszakai látomásokba, álmokba kap nagyon sok kijelentést, és nagyon fontos tényleg ez, hogy amikor fölkelsz, hogy ez mennyire marad meg az az álom. Mert a szellemvilágból ugye folyamatosan hallunk dolgokat, érzünk dolgokat, látunk dolgokat, de hogyha amit az Éva mondott, hogy az igével nem összeegyeztethető, az nem lehet Istentől. Isten soha nem fog az ő igéjéből kilépni, egyikön kedvéért se. És ez nagyon fontos, hogy akár éjszakai álomban, akár proféciában mondom, én kaptam olyat, hogyha én azt befogadom, egy nagy rossz irányba elmegy az életem. És abban a pillanatban éreztem, hogy nem, a Szent Szellem jelzett, hogy nem. És mondtam, hogy ezt nem fogadom el. Én mást kaptam, nekem más mutat Isten, és nem fogadom el. Pedig egy proféciát így mondtak, hogy az Úr ezt mondja. Szóval ez az óriási felelősség, hogy mit adok át, és hogyha valaki úgymond egy kicsit nem olyan erős a hitbe, és elhiszi, hogy az Úr ezt mondta, és Isten félelembe, ő tényleg az Úr azt mondta rajtam keresztül, akkor elmegy egy rossz irányba az élete. Ez egy óriási nagy felelősség a profétától is. És azt akartam még ezt hozzátenni, mert ezeket végül is az Éva elmondta, de hogy az ördög az igével is tud támadni. Jézust is megkísértette az igével, tudjuk. Tehát ott is nagyon kell figyelni, hogy mi az, amit a Szent Szellem, aki benned él, amiről most beszéltünk, azt az igét abban a helyzetben akarja használni, vagy úgy akarja használni, vagy azt akarja, hogy te abba kilépjél. És ezért fontos, és ez az alapja, hogy meglegyen az Istennel való személyes kapcsolatunk. Ez az alapja. És amit te kérdezted az elején a szellemi ajándékokról, teljesen különbözik az, hogy a Szent Szellem bennem él, Istennek a szelleme, a Krisztusnak a jellemét formálja ki bennem. Az isteni természet részesévé váltunk, a Péter levél ezt mondja. Tehát ahogy egyre jobban átadjuk az életünket, az életünknek életünket egyre jobban alárendeljük az Istennek, egyre jobban ki fog rajtunk keresztül ábrázolódni a Krisztus. Ezt belül végzi a Szent Szellem. És az Istennek a szelleme van én rajtam. Miért van rajtam? Mert felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem, vagy profétáljak, vagy énekeljek, vagy kinek mi az ajándéka, teljesen mindegy. Tehát ez egy két különböző dolog, és amiről te beszélt, ez a szellemnek az ajándékai. Viszont azt látom, az saját életemben is, és másoknál is azt látom, akiknek működnek erőteljesen a kenet által ezek a dolgok, hogy Isten nem enged bele, úgymond egy friss megtérőt, olyan ajándékot nem enged, hogy mozogjon, ami gyakorlatilag téged is össze tud törni. Ez a kenet, ami rajta tud lenni az emberen, ez egy nagyon szent dolog. Ez Istennek a szellemétől van. Ugye a szent szellem, benne van, hogy szent. És ezt eléggé félváról veszik mostanában az Isten tiszteleteken is, ahogy látom, mert többnyire úgy azt látják, hogy nem túl sok minden történik, és ezáltal ez az Isten félelem egy kicsit úgy látom, hogy be van fedve, vagy nem veszik elég szentnek ezt a dolgot. Ahhoz, hogy ezek működjenek, ehhez nekünk át kell adni magunkat Istennek, és egyre jobban alá kell rendelni az életünket, és egyre jobban szenté kell válnunk. Ezt nem tudom magamtól kiizzadni, nem kell erőlködnöm, ez nem egy emberi erőlködés, hanem ez egy megadás, mert az Éva is mondott, hogy tudatosan tudod, hogy Isten itt él benned, itt van körülötted, vezet téged, és folyamatosan átadom magamat neki, és átadom az életemet. És ezáltal a Szent Szellem az, aki megszenteli az én életemet, és egyre jobban megszenteli a beszédemet, a viselkedésmódomat, a
rengeteg egy ember, az rengeteg területe van egy embernek, az nagyon bonyolult lény egy ember, és ezt folyamatosan alá kell rendelnünk az Istennek. Egyikünk se tökéletes benne, viszont a tökéletes bennünk él, Istennek a szelleme bennünk él, aki folyamatosan formál minket, és változtat minket. De ez egy nagyon fontos dolog, úgy látom, hogy ha ezt mi nem engedjük, hogy belül változtasson minket Isten, és nem engedjük azt, hogy belül egyre jobban az ő hasonlatosságára és képmására átváltozunk, akkor ezek az ajándékok nem fognak olyan mértékben működni, ez a kenet nem fog úgy működni, ahogy szeretnénk. Bár benne van a római levélben, hogy az Istennek az elhívásai és az ő ajándékai visszavonhatatlanok. Nem fogja Isten visszavonni az ajándékot, ami ott van az életeden, ugyanúgy fogsz tudni énekelni, profétálni, evangelizálni, pásztorolni, bármit mondhatnék, de nem fog olyan erőteljesen működni, mert Isten vissza fog lépni. Nem belőled, az ige azt mondja, hogy soha el nem hagylak, és el nem távozom tőled. A Szent Szellem soha nem fog belőled kiköltözni. Te Istennek a temploma vagy, nem egy szálloda. Beköltözünk, kiköltözünk. Isten birtokba vesz minket, de az a kenet, ami kell ahhoz, hogy én szolgáljak, a saját ajándékomba, a saját ajándékaimmal, a saját szolgálatomba tudjak úgy szolgálni, olyan mértékben szolgálni, hogy azt Isten szeretné, ahhoz nekem alá kell rendelni magamat. És én ezt látom, hogy most egy szétválasztás van itt az egyházba, és nagyon úgy gondolom, hogy Isten most egy óriási ébredés előtt állunk, és mielőtt visszajön, rendbe fogja rázni az ő egyházát. Aki bújt, bújt, aki nem alapon, egy csomóan le fognak maradni, de azok, akik komolyan veszik Istent, és komolyan veszik az ő beszédét, akit Isten tud majd használni erőteljesen, azokat meg fogja, egy kicsit fel fogja ébreszteni, meg fogja rázni a hitünket, és újra el kell kezdenünk őt komolyan venni. Nem károsztatásról beszélek, hiszen aki Krisztusban van, nincsen károsztatás ellenünk, viszont Isten egy szent Isten. És én ezt látom, hogy Isten a saját érdekünkbe is visszatartja az ő erejét, visszatartja azokat a dolgokat, amiket oda akar nekünk adni ajándékokat, oda akar nekünk adni áldásokat, azt akarja, hogy találkozzunk Istennek a csodáival, és a dicsőítés alatt ezt az igét kaptam. Józsué ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. Tehát Isten, szent Isten. Ő nem fog velem a bűnbe jönni, nem fog velem az emberi erőködésembe jönni. Ő azt akarja, hogy átadjam neki magamat, és amikor átadtam, akkor maga Istennek a szelleme, aki nem csak egy erő, hanem ő az Istenség harmadik személye, a Szent Szellem kezd rajtam keresztül cselekedni. És ő végzi ezeket a munkákat. Ő fogja learatni azt a hatalmas mennyiségű embertömeget, ugye ember halászlátett minket, akiért Jézus az életét adta. Tehát nem erőlködnöm kell, hogy evangelistaként hol evangelizáljak. Isten elén fogja ezeket hozni. Az én dolgom megadni neki magamat. Átadni minél jobban magamat. És ezt most sajnos van egy nagyon rossz irányzat. Ez a hamis kegyelem irányzat, semmi baj a kegyelemmel, óriási dolog, hiszen kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, de nem csak kegyelem által. Itt látom, hogy emberek ilyen szerelmesek ebbe a szóba, hogy kegyelem. Tehát nem a szóba, Jézusba kell szerelmesnek lenni. Jézus nem csak a kegyelem istene, ő ugyanúgy az ítélet istene is lesz, ő ugyanúgy az igazság istene. Azt mondta, hogy én mondjuk az út, az igazság és az élet. És megtéveszti az ördög az embereket ezekkel a túlkapott, amikor ilyen szélsőséges tanítások vannak, akár kegyelem, akár törvénykezés, akár karizmatikusság, teljesen mindegy. Nem rendszereket kell követni, ez egy vallásos dolog, hanem Jézus kell követni. És Jézus pedig, hogy az Éva mondta, ott él a szívetekben, a Szent Szellem által. Így van, most majd jön a karácsony, mindenki szoktam, hogy Jézuska. Szeretem, amikor ezt Jézuska, oda kell ezt a jelzőt. Hát ha látná a világ, hogy milyen Jézuska, akiről beszélnek. A jelenések egybe meg lehet nézni, hogy néz ki a Jézuska. Hát igen, igen. De ez van bennem, hogy ezt az igét kaptam. Nem, itt voltál, amikor felolvastam? Tehát, hogy szenteljétek meg magatokat, mert csodákat tesz közöttetek holnap az Úr. Tehát én úgy gondolom, hogy ha, amit az Éva az elején mondott, hogy itt egy újjászületés, miket kaptatok erre a napra? Isten le akarja venni a terheteket. Így van. Tehát, hogyha meg vagytok fáradva, az azért van, mert koszolódunk ebbe a világba, egy bukott világba élünk. Ez nem szégyen, ez nem ciki. Isten le akarja porolni a hitünket, Isten le akarja vágni azokat az erőket, amik hatnak és visszafognak attól, hogy te az életedbe átvedd az áldásokat, az ajándékokat.
visszatartanak attól, hogy te bele tudjál állni az elhívásodba, és Isten be tud mutatni azoknak, akiket Isten rád neked szán, de ezektől meg kell szabadulnunk, ehhez viszont meg kell szentelni magunkat. Mindegyikünknek van olyan dolog, amiben nem annyira az erősségünk, magyarán a gyengeségünk, vagy nem tudunk annyira jól mozogni, de Isten bennünk él, és hogyha az ő erejét nekem adta, akkor nem mondhatom, hogy arra nincsen erőm. Maximum nem adtam még azt a területet oda, nem tudtam még megélni, de Isten azt akarja, hogy ezt teljesen alárendeljétek. És hogyha ha úgy gondoljátok, hogy szól ez az üzenet, akkor én kérlek titeket, hogy fogunk emberekért imádkozni, mindenkiért személyesen. Mindegy. Igen. Így van, a dicsőítés alatt, de arra kérlek, hogy ha jöttök imára, amíg oda jössz, addig kérdezd meg a Szent Szellemet, hogy mi az, ami elválaszt tőle, mi az, amit még alá kell rendelned az életedbe. És itt most nem egy regényt kell írnod, mert Isten lehet, hogy rávilágít valamire, azt csak tedd oda neki, add oda neki. Neki van ereje arra, hogy abból téged fölemeljen, teljesen mindegy, hogy mivel küzdesz. Ez nem ciki, hogy gondolati síkon, lelki síkon, érzelmi síkon, vagy ilyen-olyan betegség, bármi van. Isten szabadon akar téged engedni, mert szeret téged. És azt akarja, hogy az övé legyél teljesen. Azért akar téged felszabadítani minden elnyomástól. Tudjátok, mit mondott Jézus, hogy miért jöttem? Azért jöttem, hogy az ördög munkáit lerontsam, leromboljam, elpusztítsam, le akarja pusztítani az életetekből, le akarja vágni, de ehhez be kell vinni az életedet teljesen a vér alá. Be kell tenned, mert Istennel a vérbe fogsz találkozni. Isten az áldozatra jön, a te érted meghozott áldozat Jézus. Viszont a vért most kell alkalmazd, hogy megtisztítson, hogy oda tudjál állni Isten elé, és Isten le fogja vágni, fogunk imádkozni, ott gyertek hátra.